Bezony. Végre kipróbáljuk ezt a játékot is. Pontosabban a Super Mario 3D World felújított változatát, amit a 35 éves Mario évfordulójából jelentettek be még 2020-ban, és az alapjátékot pedig 2013-ban adták ki évvégén a Wii U-ra. Képzeljétek, hogy ez lett egyébként, amikor kiadták a Switch-es verziót, a második legtöbbet eladott konzolos játék, úgyhogy már csak ezért is nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen. A felújított változat online multiplayert, 4-fős kópot, illetve karaktergyorsítást is hozott magával, illetve egy kis kiegészített történetet is, a Bowser's Fury-t, ahol a tintás, ahogy itt jobb oldalt látjátok, a tintás Fury Bowser ellen küzdhetünk meg Bowser Juniorral. Úgyhogy Mario és Bowser Junior összefogása a tintás Fury Bowser ellen. Mi szerintem az alap 3D World-ot fogjuk játszani. Super Mario 3D World! Jaj, micsoda cecákok! Na, indítom gyorsan. Mario, Luigi, Peach és Toad. Hát persze, hogy Mario-val kezdünk. Sose volt kérdés. Mario talált egy csöven. És megszereltem. Tehát azt mondja, hogy a testvéreit bezárták palacba. És most már őt is bezárták palacba. Gonosz Bowser. Na majd kíváncsi lesz a gerépa, mert meg akarom hallgatni majd angolul is a Jack Black számokat. És már kezdődik is. Ez az első ilyen 3D-s Mário-m. Mármint, hát természetesen a focisat, illetve a mi az? Hát nem jut eszembe, a kocsisat leszámítva, most nem. Nem jut eszembe a neve. Aha. Ó, igen. Mario Kart, azaz. Köszi szépen. Super Bell Hill. Állíthatjuk a kamerát is. Tök jó. Micsoda csengők vannak itt. Ez ingyen pénz gyakorlatilag. Nyarra nem megyünk el. Oké.
Szerintetek miért lehet pluszba ilyenünk? Ilyen csengünk. És itt mi lehet fönt? Lehet, hogy semmi. Na várjatok. Aranyos a cicás már jó? Az a gond? Nagyon jó. Hát itt a zöld csillagokat kell gyűjteni. Próbálom így sasolni, hogy... És hogyha alulról... Nem tudom, hogy ő mit akarhat. Szóval még vízbe is lehet úszni. Ha és ez a második csillag. Na, várunk csak. Aha. Én azt a akarom ezt a csengettyűt. Hát persze, hogy akarom. Szevasz, Szelebárpó, mi újság? Nem tudom, mi az a cucc, amit most összeszedtünk, de biztos nagyon király. Azt mondta, hogy miau. Júj. Hát tényleg még a falat is szét lehet csapni. Még van 3 percünk. Hát én már nagyon vártam. Újra Máriós gémmel nyomassam. Meg jó lesz ez a hét. Az a gond, hogy nem lett meg a 3. csillag. Szóval nagyon vártam már ezt, tehát hogy perekesenek a Nintendo játszik. Na basszus, és nem volt hang. You have returned. Kvesz, nagyon szépen köszönöm a 21 hónapot. Peregjenek srácok, a szövegek már így kora reggel. Mert a World 2 a kupa trupa kép. Let's go! No! Ennyi ment? Jó. Ja.
Na várjunk. Szóval vihet minket. Ó. Milyen jól néz ki amúgy basszus ez a játék. Édes Istenem. Szevasz, Lucky Star. Jaja. Várjál. Júj, júj, júj. Megcsináljuk. Hogy siet? Na várjátok csak. Miért ugrott? Hihi, hoho. Na megvan a második csillag is most itt. No, várj egy picit. No. Na ez már kellett. Ó, oh, milyen kis comeback. Jaj. Hát kár, hogy ott nem tudunk, ha ez micsoda? Ó, hogy ezt át lehet küldeni. Oké, megvan mind a három csillag. Látom, hogy ott... De nem tudom, hogy oda hogy lehet felmenni. Lehet csak megmászni lehet. Vagy esetleg itt. Nem, hát ott nem is lehet visszamenni. Pedig ott a cső nem enged abba az irányba. Lehet, hogy ott csak Cica Márióként tudjuk ezt megcsinálni. Már sehogy? Ja, akkor jól gondoltam. Na várjátok, ezt meg kell csinálni. Hát ez egyelőre sokkal könnyebb, mint a New Super Mario Bros. U Deluxe kiadás egyelőre. Az ott elég furin néz ki. Na várjatok. Ó, ez valami boss fight-nak tűnik. Ó, és ott van nagy három csillag. Na jó, ezt nem lehet. Könnyebb, mint az originál? Azt nem tudom. Ugye most csak egy izét kéne összeszedni, ami nem tudom, hogy hol van. Édes Istenem. Nem baj.
nehéz lesz ez is. Ja! Azt, abban nem kételkedem, ez javána. Csak hogy egyelőre könnyebb, mint a... A New Super Mario. Na, tehát meg kéne keresnünk ugye a... De király! Hát én ezt tökre kihagytam. Aha, tehát ő adta az egyiket. Na, hogy tetszett bána az a... Valami A-Wars, vagy mi a manó? Aha. Egy nyusszantás. Wow! Jesus! Édes Istenem! Jaj, ne! Azok már a vége. Hmm. Ja, tudom, hogy most át tudnék változni. Ha. Nézzük csak meg. Oh. Advance Wars az. Nekem ez az új grafika ennyi nem adja, multi, meg csak barátokkal van, nincs random matchmaking. Aha. Sajnálom. Hát gondolom ez most plusz pont lesz. Ja, ez plusz pont. Egyelőre nem látom, hogy hol lehet nekünk. Azt csengőt nem néztük meg. Szia, Zatika! Pedig hát első pályán biztos, hogy... Biztos, hogy... Nem nehéz. Nekem is gondolom én. Hmm. Meglett, az a lényeg. Itt gondolom az a lényeg amúgy, ennél a rúdnál, hogy minél magasabbra ugorjak, igaz? Jól sejtem. Izuza, Kika, szevasztok, srácok. Na. Itt is most már megvan az összes csillag, most már megnyugodhatok. Jó. Hát a New Super Mario Bros. U Deluxe az nekem olyan nehéz volt, mint a... Mint a Celeste. Celeste iszonyatosan kemény volt. Szia, pulyka tojás.
Én most már a hídon el tudunk menni. És a Celestet maxoltad is? Persze, persze. Szerintem másfél-két óra után azt mondtam, hogy köszönöm szépen. Én láttam, láttam bánna, hogy te a kormánnyal nyomod. Beteg. Nem voltam vele egy ideig, mire az utolsó pálya meglett. Hát... nem tudom, nekem ezek a játékok nagyon nehezek. Szeretem a platformer játékokat, de... hát van az a szint, amikor lesz sok. Te maxoltad a Celestet? Jézusom! Hát bánának már kellett valami kihívás, úgyhogy kormánnyal nyomtam. Na, szóval tudnak a háza, válaszunk dobozt. Nagy doboz üres lesz, Luti. Ugye, aki sokat akar. Valahogy éreztem, hogy itt a kisebbet kell választani. Vissza kell majd mennünk, hogy megszerezzük azt a pecsétet, vagy mi a manu. Hát, én benyomom ezt a csengőt. Ha? Benyomom a csengőt, mert YouTube-on mindenki ezt tanítja nekem. Itt nem volt ennek a tetején semmi? 300 halál! Hát... Óh, igen. Pov. Na várjatok, azt megcsapkodjuk. Ha már megtehetjük. Pov. Pov. Hogy nyomja a cica? Jézusom! Jó! Nagyon tetszik! Egyelőre ez nagyon tetszik. Ahogy láttam, lehet ilyeneket csinálni, igen. Hogy itt felugorjunk. Nyáu. Na nézzük. Azt is ott meg lehet mászni. Várjál.
Ó, pedig azt hittem. Kapta. Sajnos holnap nem láthatom, hogy Zsezsek Rabbitet irodanapta lesz. Ó, sajnálom. Nyáó. Ezer meg egy évet voltam a... A Zsezsek Rabbitet. Nagyon jól jönnek a fontok. Nem, nincsenek barátok. Nincsenek barátok. Négyen is lehetne nyomni. És online, meg lokálisan is. Nagyszerű! Hát nem is tudom. Word 1, Word 1, 4. Aha, akkor nyomjuk a 4-eset, aztán majd átmegyünk az 5-ösre. Basszus, nem baj, látjuk, hogy hol van. Ó, hogy az ő fejében ugrani lát. Csak volt egy zöld gomba. Utolsó meg lett. Szevasz, Debulon. Hát itt ezt újra kell, hogy menjünk. Ajaj. Hoppá! Rejtett pénzek. Tehát a sárga zászló a jó zászló. Nagyszerű. Na, akkor most újra. Viszont az a gond, hogy csak egy csillagot láttam. Ó, és ezt jelzi is, hogy sárga a zászló. Ó, basszus. Na, most még egyszer? Let's go! Thank you.
Lehet, hogy ennek a végén lett volna. Úristen, megtörtént az első halál. Mármint, hogy egyszerre leesett. Igen, ez 4000 pont lesz. Ne! Mit visszálltunk? Akkor is ezt meg kell csinálnunk. Átugorjunk oda. Hát az a csillag, az tényleg az a csillag, ami így sérthetetlenné tesz minket. Szába, azt nem utom. És nem is itt van. No. Most nem érek rá.
Igen, egyel több lett. De hol lehet a középső csillag? Let's go! Let's go! Na nézzük! Ezt nem néztük még itt meg. Ugye kiderül, hogy ez semmi. Oh. Nem. Megvan. Hát itt ugranunk kellett volna, ugye? Nem baj. Megoldattuk. Az a fánya vízesés. Melyik éri meg a jobban szerintetek? Itt felszedni az aranyakat? Vagy időbe mi hamarabb bejutni? Az ászlóz. Az arany. Oké. Okay. Mert ugye az a plusz élet. Na. Sárga zászló, és megvannak a csillagok. Let's go! Easy. Ugye megyünk tovább, mindjárt. Átalakulunk, az a biztos. Ezek nagyon gonosznak tűnnek. Jó, megyünk tovább. Számára már jó filmet? Persze. Persze, persze. Ez ilyen shortcut féle? Gyerekeknek szóló. Hát ezt újra kell. Aha, és már nem tudjuk újra próbálni. Táncban. Ha elhagytunk egy
csillagot. Hol maradt még? Pancban. Szóval... hát... mit mondhatnék? Neutron Star. Nekem egynek elment. Jó volt látni ilyen Máriós filmet. De... ez abszolút, abszolút gyerekeknek szól. Meg így, úgymond, kvázi ilyen rajongói szemmel jó volt, hogy ezt hamarabb kellett volna megszerezni. Rajongói szemmel meg így jó volt felfedezni ismerős dolgokat a filmben. Na, szóval ezt újra kell csináljuk. A sárga zászló legalább meglát. Tehát a végén nem szabad megnyomni a gombot, arra kell figyelnem. És hiányzik egy csillag. Tehát az első az, ami hiányzik. Jaj, hát ezt akkor elszúrt? Nem, még jól áll. Azt gond... várjál, hopp. És megnéztük gyerekkel. Jó. Ja. Aha, tehát itt nem szabad. Ja. Tehát pont a jelsz nem szabadott volna. Amit most csináltam. Amit pont most csináltam. Belemenni a dobozba. És ugye... Várjál, mert itt le lehet izél lőni. Új, azt hittem leesek. Bár lehet, hogy amúgy... ezt vele is meg lehetne csinálni.
Jó. Mit értünk el most? Semmit. Mehetünk újra. Igazából ennyi. Így van. Tehát konkrétan... Goldokat szereztünk. És csengettyűs cica már jó kell nekünk. Ne szivass! Hát így meg aztán nem sok értelme volt bejönni. Édes Istenem. Elő lehet valahogy keresni a cica csengőt? Vagy ez most már így felejtős? Ja, hát mondjuk innen ki tudjuk szedni. Hát, oké. Akkor mindegy. Szevasz, Gélás! Város már, nagyon város már a Jedi Survival. Ja, hát ezt legalább összehoztuk. Kimestereljük ezt a pályát. Na, amivel most jobb az az, hogy lett egy csillagunk. Á. Ja. Oké, akkor nem kell a cica. Hát a falról is lehet ugrani, tényleg. Nem baj. Jó, ez nagyszerű. Akkor ez mégiscsak pecsét. Tudod mivel lett jobb? Triggerelted az OCD-ben. A gardrob, ez mint látod egy fullos terület. Az mint látod, az nem fullos, de hát a sárga zászlókra arra nem megyünk rá. Bár úgy lenne az igaz... What? Végre! Gambling! Akkor készülünk a csütörtök esti gambling streamre, mehet. Ez az. A 777. Minden egyes száz, tehát minden századik coinért kapunk extra életet. Ja, ez nagyon jó lesz. Hát, ez nem jött össze. És ami még esett, azt se tudtuk felvenni. Sose gamblingezés. Aj. Mizu Connor. Szevasz, szevasz. Jó. Ez itt nekem gyanús, srácok. Megint a kisebbet. Köszi szépen, köszi. Nézd, a medvedet és a hét elég jó lehet. Hát gyakorlatilag 10 akárhány játék lesz a héten.
nem is értem, mit gondoltam. Sose elég Witcher meg ilyenek. Itt meg 5 csillagot lehet összeszedni. És itt meg... Hogy mi? Fearless Hunter, azt mondja. Jó. Tehát Toad nem tud ugrani. De király! Hát ez nagyon király. Ez nagyon király. Jesus, szia Noriens. Szevasztok, azt a rohadt. Na hát, Connor. Legutóbb mondtad, hogy a New Super Mario Bros. U Deluxe az nagyon szimpatikusnak tűnik, aztán miután játszottam vele pár órát, azt mondtad, hogy hát lehet, hogy mégsem annyira, mert hogy nagyon kemények a pályák. Egyelőre ez a hatodik pálya szerintem, és így wow. Na, oké. Jaj, nem akartam! Mégse. Istenem. Te is várod már a survival-t? Aha. Bizony, város. Hát akkor megcsináljuk még egyszer. Rájön tök sokáig elvitte, nagyon ilyesen csinálja, megvallom neki, jobban megy a 3D, mint nekem a 2D. Mint nekem a... aki a 2D platformon szoktam. Uh-huh. Ki tudok lépni bünti nélkül? Ja igen? Utána abban az iparban, hogy várunk éveket Star Wars gamert, aztán végigviszik nagyon jó egy-két hétig és ismét várakozás, téged ez nem zavar? Nem, mert én nagyon sok jó játékot szeretek, sőt néha egy-kettőnél is le tudok ragadni évekig. Úgyhogy engem ez nem zavar, de hogyha Star Wars extrán durván Star Wars fan lennék, és ez lenne, hát akkor az tényleg zavaró lehet. Bár még mindig ott van ugye, hogy akkor meg lehet, hogy nyomnám a tort, az MMO-ját a Star Warsnak. Meg akkor lehet, hogy jobban pergetném a Galaxy of Heroes-t. Na, 10 csillaggal lehet csak ide jönni. Jedi Fallen Order 5 óra volt? Szerintem nem. Amint, hogy... Nem hiszem, hogy 5 óra a Jedi Fallen Order. Legalábbis nekem annyi biztos nem volt. Egy 20-30 óra legalább. Hát utána még annyit lehet csinálni, hogy kimaxolod a gémet. Jézus! Jó, a szkálát. Jó,
Jó, ezt máshogy kell megoldani. Gyere, olvasom, srácok, a csetet. Gyanús, hogy a játék nem ad lehetőséget arra, hogy támadjak. Na gyere! BAM! nagyon messzire elszállt, srácok, Bowser. Na nézzük. Jövök. Jövök. Mit tudom én? Hát majd akkor ugrunk egyet. Remélem, hogy jó lesz. Nekem amúgy ez gyanús, hogy itt mögötte elrejtettek valamit. Nem, semmit. Oké. Okay. Elgondoltam. Huszonnégyileg. Mit csinálna azzal a kalapáccsal vajon? Hát konkrétan csövet. Hát ez nagyon király.
Én még arra nem jöttem rá, Connor, hogy hogy lehet kilépni bünti nélkül. Én is tökre sajnálom, hogy nincs több jó Star Wars játék, de mondjuk valamit nem értek. Miért nincsenek a mai korban divatos RPG-k Jedi-ket? Totálisan adja magát, pedig a műfaj lehet Solid is írni hozzá, és a galaxis hatalmas hely, sokféle pálya lehetséges lenne. Ja. Végül is ja. Kíváncsi lennék egy RPG-re. Igen, a Forszánd is, de az nagyon jó volt. Kár, hogy nem is tudom, másfél óra után elkapott a Motion Sickness. Abba volt Galen Marek, ugye? Hát, elsőre. Az a helyzet, srácok, így egy óra után azt hiszem nektek mondani, hogy jelenleg ez a kedvenc Máriós játékom. Aztán pedig a New Super Mario Bros. U Deluxe. Milyen hosszú nyaka volt. Jujjjjjj. Ötletes. Oda megyünk és akkor hov. Semmi gond. Aha, nem. Nee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 e
Van egy ilyen. Nagyon jó. Ez a pov. Ez forog. Megmásza. Jó. Ó, aranycső. Aranyeső! Jézusom! Gyere, csengettyű! Wow! Fejt ne! Nekem fejt ne! Azt hittem, nagyon nagy király vagyok, de nem. Hát én átalakulok.
Nem, biztos. Ja, mondjuk... Ja, hogy csak átalakít, jó. Ez egy nehéz játék. Jó. Tehát akkor itt nem szabad leesni. Na, várjál, akkor ezt is csap szét. Szia. Most ez. Nagyon jó, és most ezt. Kösz. Na jó, szerintem át kell hogy alakuljak. Hát itt ez most így nem vágom mi. Ja, értem, hát végül is ez is jó. Azt tudja, hogy arra kell menni. Csillagot adsz nekem. Ne! Srácok. Na. Let's go, Mario! Hoppá! Ez a Mario kimaradt eddig, de tetszik, hogy újszerű, mint az Odyssey, viszont kötött a menet, mint a klasszikus Mario-ban. Az Odyssey az ilyen nyílt világú ezek szerint. Nekem bejött a tor, csak ugyanaz a baj vele, mint minden MMO-val, hogy grindolás az endgame, viszont a story az jó, én akkor mind a 16 klasszal végigcsináltam a story-t, és megkaptam a Legendary Player Badge-et is. Wow. Oké. Meglett a stamp, meglett a sárga zászló, és meglett a csillag is. Ó, hát és a slot machine. Egyetemű. Ti tudtok mondani valamit erről az amiibóról, hogy ez így mi akar lenni? Én nem annyira vágom. No! Pénzek! Ja, ugye ezeket automatikusan megkapjuk, oké. Okay. Ez az is nyílt, TPS nézett a játék, de vannak benne 2D meg ez a soló minigémek. Na lehet, majd azt is akkor ki kell próbáljuk. Control. Wow. Wow. Amiibo figurák, amiket megvetsz fizikálisan, és be tudod aktiválni a switcheden, és akkor bizonyos játékhoz lesz skined vagy választható karaktered. Aha. Ez elég érdekes. A rainbow blokkokat, azokat én tudom bizgetni.
Ez de érdekes. Érdekes ez a mechanika. De érdekes. Nekem azt hiszem egy Zeldás ilyen figurám van, vagy legalábbis valami ilyesmi rémlik. Az ott olyan, mint hogyha... Hát egyszer élünk, nem srácok? Hát miért nem érdekli annyira az embereket a indító játékai? Elég szemléletes, ha csak a nézőszámokat nézzük a streameken és a videókon. Nem tudom, hogy őszinte legyek. Az biztos, hogy nem ezen szocializálódtak az emberek. Mármint, hogy így szerintem nincs annyira a köztudatban. Pillanat. Jó. Az gond. Oda valahogy fel kéne mennünk. Mindjárt foglalkozok ezzel. Uh-huh. Jajjaj. Húha. És ez volt az első. Azt nem tudom, hogy ilyenkor az a... Annak van értem, hogy végig szaladunk a pályán? Na, erre a pályára vissza kell, hogy jöjjek. Jézus. Sokat akartam. Basszus. Ja, és akkor így kezdjük előről. Nem tudom, szerintem az emberek nagy része nagyon ilyen, hogy is mondjam, gyerekesnek tartja a Nintendo-s gémeket. A tippel nem kérem. Legalábbis ezeket, amiket
amiket én nyomok. Erre tudok kipálni. De nem tudom, hogy miért nem lettek népszerűek ide az ezek a játékok. Kérdés. Amúgy. Szóval én azt tudom elképzelni, hogy azok számára, akik így nem nyomták fiatalabb korukban ezeket a Nintendo-s gémeket, azoknak ez a világ így teljesen kimarad, és nem is nagyon érdekli őket, mert annyira más világ, én azt tudom elképzelni. Ha már csak azokat nézzük, hogy milyen CRPG-k vannak rám, azok tőlem is annyira távol állnak, és így egyszerűen nincs meg hozzá, nincsen bennem az akarat, hogy megnézzek ilyeneket. Időben a Pokémon pedig nagyot ment, természetesen Pokémon Go miatt, de aztán az is elkapott. Ja, és a Covid alatt az, hogy megcsinálták azt, hogy mégis életben maradjon a játék, és nem csak hogy életben maradt a játék, hanem konkrétan népszerűbb volt Covid alatt a Pokémon Go, mint az előtte levő 1-2 évvel. Nagyon durva. Nagyon durva, hogy meg tudták csinálni, hogy így otthonról is tudjad játszani. Nyilván nem az volt a lényege, de tök király volt. Jaj, biztos nem. Nagyon érdekes ez a motion-ös vagy touch-os mechanika. Legalábbis így kontrollálni nekem nagyon furi volt most ez. Na, mi van a nagy csomagban? Máshogy vannak ide az a szocializálva az emberek. Ez ugye eredetileg egy Wii U játék, igen. És ott a gamepaden volt egy képernyő, amit közben akár újjal is érintettél, hogy kihúz például a platformokat. Olyan. Na várjál, ezt meg kell nézem, hogy ez így milyen. Ó, látom! Bár én most, amit itt látok, ez a 3DS,
Amint ugye a 3DS volt ilyen két képernyős. Milyen aranyos kis kamera van ebbe a Wii U-s gamepadbe. Súnyin elrejtették, csak az árnyék mutatta. Azokat a tintákat nem lehet bántani. Hát ez nagyon király. Jézusom! Mennyire király már, basszus! Ez rohadt jó, basszus, hogy lehet ilyen rohadt jó ez a játék? Szegény az árnyéktól félt! Mizu Astro? Nálunk csak Nintendo volt kisgyerekkorom óta, én csak ezeket a játékokat ismertem sokáig. Az tök király lehetett, Astro. Ha itt kell majd tovább mennünk. Szevasz, ja jó. Gembákok. Na. Pénzek. Jó. Amúgy szerintem a... Nem tudom, én azt tudom elképzelni, hogy a... Az, hogy vettél mondjuk egy GameStart vagy egy PC gurút, és ott voltak a demo játékok, és azokat ugye tudtad csapatni PC-n, illetve, hogy PC-n a kalózkodás aranykora volt annó, és hogy gyakorlatilag mindened is ingyen meglehetett, szerintem az
nem segítette hozzá a konzolokat ahhoz, hogy jobban menjenek. Legalábbis gondolom én most ezt így erre tudok tippelni. Csináljunk screenshotokat, yeah! Így van. Tehát, hogy maxos zászló, 3 csillag, pecsét. Mi kell még, ugye? Szia, Kizu. Nem ez volt a negyedik pálya? Ja, nem, ez csak a harmadik. Hogy nyomják a danszt? Be van valami, de például a PS1-et mindenki csipeltette, aztán mehetett a pár száz forintos játékok vétele a szomszédban. Hogy nyomják? Nagyon nyomják a hörcsögök. Szevasz, Bambi. Aha, ott nem tudunk felmenni. Na jó, azt meg tudjuk mászni. Na várjunk, 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 várjunk. Érzem, hogy itt van valami. Jól gondoltam. Ez egy cica Mario. Ez nem kuty Mario, ez cica Mario. Öcsét! Ingyenes pénzek. Piu-piu. Na váhá, várja, várja. Jó? Így van, gyakorlatilag a Cat Mario, igen. Azt hittem, túl megyek. Na nézzük! Ez most könnyű volt. Na. Ez tuti nem ennyi. De nem tudom, mi a lényeg. Itt amúgy. Jó. Huha. Várjál. Jó. Yeah! Yeah! Pénzek! Ne! Az nem lehet. Francba. Hát itt nincs semmi. Jó, menjünk tovább. Szerintem itt kiadtunk valamit. Jó, nekem ez itt gyanús. Kellett az újabb csengő. Jó.
Jó. Ez itt mi lehet? Wow! Na várjál, hát ezt lehet vinni. Igazából nem is baj, hogy leestünk, látjátok. Direkt estünk le, így van. Így van. Ez volt a cél, megmutassam nektek, hogy itt bizony le lehet esni. Jó. Oh yeah! Na mindjárt olvasom a srácok a csetet. Oh yeah! Hú. Hát haladunk amúgy szépen. Egy gyors kérdés a játék szakértőjéhez. Hány zöld csillagot lehet összeszedni amúgy? Na, aha. Ja, csak hogy mennyi az összes? Ezzel sokan vannak így, Zotya. Elkezdtek melózni, aztán már nem kalózkodják a játékukat. Szevasztok, srácok. Egyébként a Nintendo részéről annyi negatívumot tudnék mondani, hogy a Switchre a kettő legjobb Mario játék, az mindegy korábbi konzol... Azok mindegy korábbi konzolhoz írottak, a Wii U és a Wii. Szóval annyira a Zeldával és a Pokémonnal vannak elfoglalva, hogy nagyon Mario game nem készül. Nekem az Odyssey annyira nem jött be, meg a körökre osztott játék sem. A Mario Maker jó volt. Hát ja, csak erre ott van az Neutron Star, mint például ez a játék is, hogy így kiadták újra Switch-es verzióra, úgyhogy van hozzá egy plusz tartalom is. És hát nyilván most mondhatod, hogy oké, de akkor meg kell vennem még egyszer. De nem tudom amúgy. 380? Uff. Akkor majdnem megvan a 10%-a. Akkor majdnem megvan a 10%-a. Jó, holnap, 20, ez egy 24 órás stream lesz most, és akkor holnapra meg is leszünk. Fiatal a koromban is nem azt mondta a haveroktól, hogy... De nálam is ez volt a helyzet, fiatal a koromban is nem azt mondom, a haveroktól nem volt itthon letöltött játék, mert azzal hazudnék, de a játékai nagy részét inkább megvettem mindig, akár PC, akár konzol, hülyének is néztek ért a sokszor, miért nem töltöttem le, vagy csippeltem. Nekem így volt sokkal szimpatikusabb a dolog. Egyik ismerős azzal dicsekedett, hogy kiütötték az Xboxot, így minden játék nagyon olcsó, én mondtam neki, hogy a miénk az tiszta gép, minden teljes áron veszünk, nem vagyunk sorrek és támogatjuk a fejlesztőket, hogy legyen még sok játék, azóta nem áll velem szóba. Szevasztok srácok, szia Balog. Köszi szépen amúgy, köszi, hogy így leírtátok, hogy hány csillag van. Minden karakternek más jump power-je, illetve run speed-je van. Oké. Okay.
Mystery House Mili. Minden egyes szobában van egy ilyen zöld csillag. Meg gondolom ebben még nincs. Hihi! Eddig jó. Úgy, te azért elég lassú voltam. Szia, képhölgy. Nagyon menők voltak. Amúgy azt nem tudom, hogyha így lenne lehetőség, nem tudom, így a plázában mondjuk kipróbálni a Nintendo-s játékokat, az dobná a népszerűségén. Nem tudom. Hát azért szerintem nem tudom. Gyerekeknél azért nem egyszerű ilyen játékokhoz hozzáférni. Szevasz, Mechanik. Én 14 éves koromban jártam a Mamutba a játékterembe, és rengeteg százast játszottam el. Mármint, hogy ez a rendes játékterem, igaz? Ahol játékgépek voltak. Erre gondolsz? Na, 41 csillag. Hát akkor most már bőven túl vagyunk a 10%-án. Oda valahogy le lehet menni. Aha, az árkétermek. Na, én olyanban sose voltam. És sose játszottam ilyen gépekkel. Ezt nevel láttam ilyen stadot. Néha ilyen, tehát hogy volt kirakva és tolták a gyerekek, meg a média márban is voltak kirakva a tévével. Na, az mondjuk király. Ja, igen, én az Osamba nagyon hát amikor mentünk az Osamba vásárolni, nagyon szerettem azt, hogy megyünk az Osamba, mert hát akkor mindig befoglaltam a konzolt, és pergett a Burnout Paradise, vagy mi volt az? Beraktak, aztán el voltam, amíg bevásároltak anyámék. Ja, én is így voltam. Igen, az Osamba. Aha. Jó, az megvan. Az is megvan. Rengeteget jártam én is játékteremekbe, de akkor még flipper a 20-assal ment, nem 100-asan. Ja, nekem meg ezek az arcade termek, ezek így kimaradtak. Én arra emlékszem, amikor a Nintendo megjelent a Wii-vel, na azt én rommel nyomtam. A Wii volt az, amelyiknek ilyen távirányítója volt, nem? Mi a korábban jártunk, de hasonló volt a Tactics. Hát az az amúgy, amit hogy így a korák azok lettek osanok. Na gondolom onnan emelték át ezeket a dolgokat, jeles. Nálunk csak a Burnout Paradise volt, az Óbudai Osamba, oda jártunk. Volt egy pad is, amire rá kellett állni. Na, az nekem nincs meg. Nekem csak az van meg, hogy láttam már ilyen távirányítót, ilyen víz távirányítót.
Igen, a Dunakeszi Ocean is kora volt. Ja, azok az Oceanok, amiknek ilyen nagy előterük van, azok korák voltak. Igen, igen. Szia, Neutron Star. Sportos gémek, meg tenisz, meg minden ilyen vicces dolog. Azokat úgy ki kéne próbálni amúgy. Már a Kinect miatt is elgondolkodtam, hogy vegyek ilyen régi konzolt. What? Srácok. Jaj! Jesus! Jézus! Jézus! Let's go, Máriók! Mi a fene van? Édes Istenem! Bekaptam egy cseresznyét. Nem mondták, hogy az ilyen lesz. Szaporodtak ők is! Jajjaj! Éppen hárman vagyok. Már értem, hogy miért kell háromnak lenni. Excellent! Fogd a falat, Mario, nagyon jó. Na, várjál. Jó. Let's go, Mario! Hú-hú! Támadás! Jézus! Jaj, már négyen vagyunk. Jaj, jaj! Már öten? Mi? Hello! Jó, pillanat, össze kell gyűjtsem magam. Jó, ez mit csinál? Aha. Aha. Jújjúj. Nem tudom, ezzel most így mi lesz. Oké. Ez azt jelenti, hogy négyen kell odaállni? Ez most nem tudom mi volt. Tudjátok mi nincs meg, aztán? Let's go! Jesus! Lehet-e szerezni stampet vajon? Mondom, minél többen álltok oda, annál magasabbra visz, aha. Mondják, kiderül, hogy stampes-e, több mint valószínű, hogy igen. Igen, stampes. Nem tudom, hogy hol lát. Azért maradt ki neked az erked, mert biztos fiatal vagy. Nem tudom, miért maradhatott ki amúgy. Szerintem... valószínűleg azért, mert... hogy így... falunk csak... kocsmákban voltak árkéd gépek. Ezt szomom ugye elképzelni, srácok. Igen, az egy csillag. Jó,
Itt se látom. Ujjjj. Az elég szívás. Édes Istenem, hát kicsi lett. Ja. Ha és ő visz egy cseresznyét. Amikor több cica volt, az jobban tetszett. Mi a fene? Amúgy ezt lehet elszúrtuk így. Aha. Ne! Megvan. Megvan, köszi, köszi. Most megnézzük, hogy működik-e két emberrel. Ja! Szóval, ha négyen vagyunk, akkor megy föl. Már értem, hogy hogy van. Gyerekkoromban a szomszédő volt a helyi pocsma, szóval kicsit nagyobb előnyt élveztem, mint bárki más, sori után csak bementem és már kaptam is a kulcsot a gépeken. Az igen. Na még a stamp is megvan. Ah, végre. Meggamblingoljuk a dolgokat. Száz. Meg kéne nézni amúgy ezek hogy vannak, és akkor ki lehetne sajtolni a pénzeket. Na. Úgy néz ki, hogy most jön a vége. Az ostromlások. Azok ott tankok? Jó. Azok ott tankok. Hát én is azt mondom, ho! Ezt olyan viccesnek láttam. Hogy így rá lehet ugrani ezekre a bombákra. Ó, hát én magam.
Én magam láttam az ágyú. Az nem jó. Oké. Okay. Volt egy kérdőjel. Nintendo 64 volt. Na ezt mindjárt elolvasom. No! 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 A stempet ott kell hagyni! Mert múbiai voltam. Jézus! Hát ott meg azt ott át lehetne ütni. Falon ugrás, ez mindig jó taktika volt. Azt mondjuk gondolt. GG ez. Hát ez az a gond, hogy újra kell csinálni. Ah, biztos nem, de várjál, speeddel kell menni. Nekünk Nintendo 64 is volt, aztán lépcsőház aljába csináltunk egy Nintendo kuckot, 200 forint volt egy óra, azt a lakóról jöttek a gyerkőcök. Menő kizú. Hali, ezt PC-n tolod? Hát a Nintendo játékok nagyon nagy százaléka, ilyen 95 szerintem azok, az csak így Nintendo konzolokon van. De nem, Switch-en nyomom. Második generációs Switch-em. Na hát, tudjátok most mi a feladat. Elnézést. Túl messze volt a némító gomb. Rendszerűen sokat fogok utazni, veszek magamnak egyet szeretem a Nintendo gémeken. Jó cucc. Én a Steam Deck-en agyaltam nagyon, de az a helyzet, hogy... Én is olyan ritkán tartózkodom távol a gépemtől, hogy ha éppen játszani akarok, akkor inkább gépen játszok. Köszi, köszi. Nyilván lennének játékok, amiket például tök lenne csapatni. Júj, már ilyen elől vagyok? Az nem tudom, hogy hogy maradt ott most. Ó!
most már értem. Valahogy bele kellett volna ugrani. Ja, van Steam Deckem, sajnos alig használom. De hogyhogy. Mármint, hogy... mikor használnád? Vagy mikor tervezted használni bána? Tényleg így azt tudom elképzelni, amikor éppen nem otthon. Nem otthon vagyok a... a gépem közelében. Oké, ez most jónak tűnik. Nagyon jó. Jó, megvan a stamp, megvan minden. No! Akartam megvenni, hogy legyen Steam-em a nappaliban is, de az ott elköltöztünk és Cloud Save miatt néha ott folytatok egy játékot, de egy ennyi. Aha. Biztos a hordozhatósága miatt ha használnám. Zsír. Na hát, tökéletes. Még átmegyünk ezen a csövön, megnézzük mi van a túloldalon, de a harmadik világban most már nem fogunk belekezdeni. Hú, ez ilyen jeges? Jó lesz. Na tessék, még egy pecsét. Tök jól állunk. 27 életem van, hát ehhez képest a, tényleg a New, na. Tehát a New Super Mario Bros. U Deluxe-ba, az előző Mario játékomba, hát abban rengetegszer meg egyszer meghaltunk. Ez azért egy fokkal könnyebb Mario játék, és itt most a szó jó értelmében mondom, hogy könnyebb. Tehát, hogy ez engem nem zavar. Nyilván kimaxolni ez is egy nehéz játék, gondolom én, de így haladni a pályákon egyelőre könnyű. Nekem ez így tetszik. És hogyha itt kigyakoroltam magam, akkor lehet, hogy a kicsit nehezebb, hardcore-abb Mario játékok is már könnyebben fognak menni, de talán ez egy fokkal jobb választás belekezdeni ebbe a Máriós világban. Nem tudom, melyik lehet a legkönnyebb, melyik lehet a leggyerekbarátabb, úgymond, de ez könnyűnek tűnik. Ez könnyűnek tűnik, és
roppant mód élveztem. Per pillanat, ez eddig a legjobb Mario játékom. Nem azért, mert hogy ez sikerült a legjobban, hanem ezt élveztem eddig a négy Mario közül a legjobban. És megnézem, hogy tényleg négy, nem, öt. Jó, hát igazából négy és fél, mert ugye az első Mario játékom az a Mario Rabbids Sparks of Hope volt. Az annyira nem Mario játék, de mégis. Szóval azért mondtam félnek. Az első a Mario Strikers Battle League volt, a Mario Kart 8 Deluxe követte. Aztán mit nyomtunk? Ja, aztán a New Super Mario Bros. U Deluxe-ot. Na, hát jövő hónapban szerintem nyomjuk még majd ezt a gémet. Remélem, hogy ti is élveztétek legalább annyira, mint én. És remélem, hogy tudtam segíteni azzal a kapcsolatban, hogy erre a játékra szükségetek van-e, vagy esetleg, hogy néznétek róla tartalmat, vagy hasonlót. Ez egy kiváló választás volt. Ez egy kiváló választás volt, és hát köszönöm szépen ismét a Nintendónak, hogy volt lehetőségem nektek ezt megmutatni.